Vízi Márta és Miklós Zsuzsa régészek 1996 óta kutatnak a hajdani mezőváros etemadatványai után. Az azóta sikeresen feltárt kincsek értékelése szerte ágazó ismeretlen anyag birtokába jutatta a kutatókat. Az Etei egy olyan lelőhely, mely 1600 után nem települt újjá, és ez lehetővé tette olyan a magyar középkorra vonatkozó vizsgálatok elvégzését, melyeket más lelőhelyek nem biztosítottak. Arról van szó tudvalevőleg, hogy az 1600 körül elpusztult mezőváros területén az erre a korra jellemző, illetve az ezt megelőző koroknak a maradványai maradtak fönn, tehát a későbbi korok építkezései, átépítései nem zavarták össze a dolgokat. Az mondjuk valóban létező probléma, hogy miután elpusztult a település, igazából a föld felszínén csak bizonyos nyomok és jelenségek vannak, de ezek a maguk nemében szintén egyedülállóak, hiszen a 1600 körüli település szerkezetre adnak nekünk információkat. Azokból a terepi munkákból, amiket mi közösen a Zsuzsával, majd aztán azóta én egyedül elvégeztem, eddig olyan 40 ezer tárgy van beleltározva, ami azt jelenti, ugye, hogy egy tárgynak számolom azt, amikor mondjuk akár 30 valány darabból egy fazekat összeragasztottunk, meg egynek azt a már eredetileg is egy kést vagy egy kályaszemet, amiről eleve is tudtuk, hogy egy darab. Na most ezeknek a korrekt értékelése rétegtani kultúrtörténeti szempontból hát nem kevés feladatot ró ránk. Tehát azt gondolom, hogy még annak az anyagnak az elemzése is, ami a mi munkánkkal került felszínre, még elég sok időt fog igénybe venni, és még jó néhány új eredménnyel is fog szolgálni. A kutatók a település különböző részein végeztek szondázó kutatásokat. Légi felvételek tanúsága szerint mi azt gondoltuk, hogy a mai Decsi Szőlőhegyi úttól délre, ahol már a légi felvételek nem igazán mutatnak nyomokat, ami a település szerkezetet mutatná, nagy arányú, vagy hát nagyon komoly átforgatás alá járó szántás alatt mégis ott vannak azok a cölöpszerkezetes házak, amelyek, ha lesz módunk rá, akkor valóban még újabb és újabb eredményeket adhatnak számunkra. Az, amit a szántás vagy a pusztulás rétegek elfedtek, mindig rejtenek olyan dolgokat, amire nem gondolhat az ember. Most, ha csak példát mondok erre, hogy amikor a templom feltárását végeztük, akkor egy olyan jelentős fémtárgyat találtunk, ami ma a Vosinszky-Mór megyei múzeum állandó régészeti kiállításán látható, egy körmeneti keresztet. De említhetem azt is, hogy tavaly télen egy múzeumbarát fémkeresős csapattal járva a területet egy olyan ékszertípust találtunk, aminek a legközelebbi párhuzamai az egykori, illetve a mai budapesti egyetemi könyvtár építésekor kerültek elő az 1800-as évek legvégén. Magyarul arról van szó, hogy egy olyan csatpárnak a felét találtuk meg, amely az egyik felén egy női alakot, a másik felén egy férfi alakot ábrázol, hát sajnos mi csak a női alakot találtuk meg. De ez azt jelenti, hogy miután nincs még a terület a teljes területén feltárva, olyan tárgyi maradványokat, illetve olyan jelenségeket is megfigyelhetünk esetleg, amely vadonatúj dolgot jelent. Bár már az 1930-as években Csalog József kutatásai során rábukkantak a település edényégető kemencéjére. A modernkor vívmányait kihasználva Vízi Márta és kutatócsoportja behatárolta az egykori kutatási területeket.
Én azt feltételezem, hogy ennek az edényégető kemence komplexumnak a közelében volt a fazekasnak a raktára, vagy még a műhelye is ott lehetett. Mi legalábbis feltételezzük az egyik általunk feltárt objektumról, hogy az lehetett a fazekas háza és műhelye egyben. És ami még szintén egy ilyen hasonló meglepetésszerű lelet volt hát most már jó néhány évvel ezelőttről, amikor vagy emellett a fazekas műhelyének tartott helyiségben mi több köbméternyi kerámiát és kerámián belül mindenféle edénytípusokat találtunk. Az kérdés, szükséges-e teljes mezőváros feltárása ahhoz, hogy olyan megállapításokra, összefüggésekre jussanak a szakemberek, melyek nagy pontosággal elemzik Ete egykori életét. A mi 1996-ban megkezdett kutatásunk is már egy új korszakot jelentett ebben a történetben. De most ugye 2022-t írunk, és azt kell mondjam, hogy egyrészt az ásatási technikának bizonyos részei, plusz az, ami a régészetben ma már nagyon nagy teret kap, a természettudományos vizsgálatok, egyrészt kint a terepen, másrészt pedig a feltárt anyagoknak a vizsgálata, plusz a kinyert információkból megvalósítható rekonstrukciók olyan újdonságokat jelentenek, és igazság szerint nem tudhatjuk, hogy mondjuk 10-20-30-50 év múlva milyen eszközök állnak majd az akkori régészek rendelkezésére is. Azt gondolom, hogy ezért is nagyon fontos, hogy nem szabad arra törekednünk, hogy az utolsó négyzetcentiméterig föltárjuk ezeket a dolgokat.